Kalandra fel! Itt a nyár, vár a kertváros. Erzsi és Jancsi testvérek. Rákosszent Mihályon, a Kőszírt utcában laknak szüleikkel, Morzsi kutyussal, na meg Morci cicával. Erzsi 14 éves lesz ősszel, Jancsi pedig 7. Éppen vacsorázott a család, amikor anya tőle szakatlanul komoly, kicsit aggódós hangon bejelentést tett. Gyerekek, jövő héten kezdődik a vakáció. A nagyszülők szívesen készítenek nektek ebédet, és át is hozzák, de a délelőttöket egyedül kell majd töltenetek, ha a nagyszülők nem érnek rá, illetve amíg nyaralni nem megyünk. Mit gondolsz, Erzsi? A két testvér cinkosan egymásra mosolygott. Szívesen vigyázok, Jancsira, ne aggódj, minden rendben lesz. Nyugtatta meg anyát Erzsi, miközben arra gondolt, hogy végre szabadon kalandozhatnak a kertvárosban. Már nagyon elege lett a bezártságból, végre lesz idő mindent megnézni, amiről meséltek a suliban. Esetleg írhatna egy élménybeszámolót, vagy egy menő blogot. Meglepetés lesz a szüleinek, apa fog a legjobban csodálkozni, és büszkén dicsekedhet majd. Még egy újságíró a családban. Hiába, az alma nem esik messze a fájától. Igen, leírja az élményeit. Úgy is le kell adni minden nyár végén egy fogalmazást a nyári élményekről. Kész, le is tudja az egészet. De az is lehet, hogy bekerül a suli újságba, s híres lesz. Jó kis terv. Erzsi másnapra mindent pontosan eltervezett. Madarászni megyünk. Adta ki a jelszót öccsének elalvás előtt. Jancsi még elmosolyodott, aztán elnyomta az álom. Másnap reggel a gyerekek korán ébredtek. Anya készített finom szendvicseket, almát és a kulacsba limonádét. Apa pedig előkereste a nagypapa távcsövét. Ez jó lehet a mai napra, nyomta Erzsi kezébe. Azért nem árt megtisztítani. A gyerekek gyorsan elkészültek, és már tolták is ki a garázsból a bringákat. Az út nem tartott sokáig, majd 10 perc alatt megérkeztek Erzsébetligetbe. Nézd csak, ott kezdődik a tanösvény, mutatott Jancsi egy jókora színes táblára. És valóban, madárbarát kert, állt a táblán a felirat. Ahogy tovább sétáltak, feltűntek az első táblák. Vörösbegy, fekete rigó, szajkó, széncinege, kerti rozsdafarkú, szarka, füles bagoly. Nézd csak, épp leszáll egy madár az itatóra. Ha csendben maradunk, talán sikerül megnézni közelebbről is. Ahogy közelebb értek, a kismadár félénken körülnézett. Azt hiszem széncinke, suttogta Erzsi. És ott a fán, az milyen kis ház? Kérdezte Jancsi. Madárodú, de nem is egy. Ha alaposan megnézed, láthatsz többfélét is. Számoljuk meg, kérte izgatottan Jancsi. Ahogy végigmentek a tanösvényen, összesen 35 odút találtak. A legérdekesebb mégis a süni háza volt, és minden jel arra mutatott, hogy a kislakó nemrég ott járhatott. Mit eszik a süni? Érdeklődött Jancsi. Gyümölcsöt? Nem biztosan szereti. Adhatok az almámból egy keveset, ugye? Hát persze. Amíg Jancsi betette a süni házába az almát, Erzsi már a piknikek alkalmas helyet kereste. Nézd, ott a fa alatt éppen jó is lesz. A nap egyre erősebben sütött, jó volt elnyújtózni egy kicsit az árnyékban. Ekkor kutyaugatáshoz hasonló hangot hallottak a fa tetejéről. Félve összerezzentek, de csak egy színes tollú madár suhant el a fejük felett, egy kék tollat hullatva a takaróra. Jancsi gyorsan előkapta a távcsövet, és megpróbálta közelről is megnézni, de a madár elrepült. Ezt eltesszük, kapta fel Erzsi a madártollat, este megmutatjuk apának, ő biztosan tudja, milyen madár ez. A madár
kertből kiérve a gyerekek egy hosszú narancssárga épület elé értek, ahonnan vidám énekszó hallatszott. Az ablakon belesve táncoló gyerekeket láttak. Nézd, Erzsi, ott van Emma az osztálytársam! Menjünk be a színházba, nézzük meg, mit csinálnak. Látod, ki van írva, hogy gyere inkább mi hozzánk, nem biztos beengednek. A bicikliket elletették a tárolóba, és besétáltak a főbejáraton, ahol egy kedves néni megmutatta a táncosokhoz vezető utat. Jaj, de hogy itt vagytok? Most nyári foglalkozást tartunk. Gyertek, és nézzétek meg a próbát. Éva néni, üdvözölhetem Jancsit? Kérdezte egy szűke kislány a teremből. Hát persze, Emma, menj csak. Szia, Jancsi, hát te hogy kerülsz ide? Nézett kis barátja meglepetten Emma. Megláttalak az ablakban, és nagyon megtetszett a zene, mondta Jancsi szemlesütve. Képzeld, Jancsi, épp a fordulót és a lengetőt gyakoroljuk. Ugye megnézed a mezőföldi lépéseket is? Jancsi teljesen elvarázsolta a zene és a tánc. Már mozdult is a lába, ütötte a tantus, próbálta a mozdulatot. Erzsi hangja zökkentette ki az álmékodásból. Ideje indulnunk, Jancsi. Hamarosan apa is hazaér, és nagyon kíváncsi vagyok, milyen madár ugatott a fejünk felett. Ha van kedved, Jancsi, csatlakozhatsz ám te is. Látom, ügyesen jár a lábad. Augusztusban vagy ősszel megtaláltok minket itt, az Erzsébet-ligeti színházban. Otthon apa szeme felcsillant, ahogy meglátta Jancsi kezében a madártollat. Ez bizony madár. Vajon mi a jó megoldás? Három lehetőség közül tudtok választani. Első, cinege, annak a hasán van kék toll. A második, a sarka, annak van ilyen hangja, a tollat meg egyszerűen lopta valahonnan. A harmadik, a Matyi madár. Bizony, ez a Mátyás madár, ismertebb nevén Szajkó tolla. Jellemzően fás, ligetes részeket kedveli, és gyakran utánoz nem csak kutyát, de hollót, varjút, macskát, fácán kakast, de akár szekér nyikorgását is. Innen ered a neve, mert minden hangot szajkóz. Na, akkor mégsem kutya repült a fejünk felett? Vigyorgott Jancsi és Erzsi. Hát persze, de most már irány az ágy, mert holnap is várjátok egy újabb felfedezés. Ügyesen figyeltetek a mesére? Gyerekek, mit nézzen meg a kertvárosban legközelebb Erzsi és Jancsika? Hol kalandozzanak? Várjuk a javaslatokat írásban, vagy akár fotóval illusztrálva. Meg tudjátok válaszolni, hogy milyen madár volt, amit látott Erzsi meg Jancsi? Küldjétek el nekünk, és a helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk majd ki.